Szép estét kívánok, köszöntöm a kultúra kedvelőket. Mai Paletta magazinunkban először egy beszélgetést láthatnak Egerházi Attilával, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatójával az elmúlt évet sikereiről, illetve arról is faggattuk, hogy mi minden történik 2019-es, 2020-as évadban. Gyakorta ruházzuk fel jelzőszerkezetekkel Székesfehérvárt, a gazdaságvárosát, a koronázó várost, azt tudjuk, a gazdaság, a sportvárosa, és egyre inkább rászolgál a művészek városa jelzőszerkezetre is, annál is inkább, mert egyre inkább, ha valaki figyel rá, a színházaink, a költőink, íróink mind-mind tesznek azért, hogy valóban használhassuk a művészetek városa elnevezést. És most már a balettvárosa is, ugye ezt nagyon is jól tudjuk. Egerházi Attila van itt velem, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója. Eltelt egy teljes esztendő, és azt gondolom, hogy ez egy sikeres év volt. Már előtte beszélgettünk róla, hogy most volt alkalmam megnézni a Rómeó és Júliát, hát ez volt a csúcspontja, azt gondolom, nem csak Prokofjev pályafutásának, hanem a Balettszínház itteni székesfehérvári regnálásának is. Hát ez egy nagy mérföldkő, azt hogy mondom, de minden társadalmi életében ez az egyik legnagyobb lélegzetvételű mű, akár balett műfajába, vagy kortárs tánc műfajába szülessék is meg. A miénk egy táncszínházi verzió, Prokofjev zenéjére készítettem a koreográfiát, és hál' Istennek négy nagyon sikeres előadáson vagyunk túl. Két szereposztásban játszottuk, ami szintén egy nagy vállalás volt, tehát főbb szerepeket két szereposztásban, tehát a másik szereposztás is kijött, és tervezzük természetesen a jövő színházi évadban is műsoron tartani, hiszen még sokan látták, de annyian még nem, amennyien mi szeretnénk. Teltház volt, és ugyanaz volt, amit először nekem az első beszélgetésünkkor mondtál, hogy milyen megerősítést jelent az egy koreográfusnak, és a táncosnak is, egy táncszínházi táncosnak, hiszen itt mindig azért a balettről beszélünk, de ez sokkal inkább táncszínház a tiéd, hogy állva tapsolnak a nézők. Ugye hát ezt a diótörő kapcsán mondtad, hogy ez óriási dolog. Ez óriási dolog, mert a nézők így fejezik ki elismerésüket, szeretetüket, és ezt onnan bentről a tánc művészeinek ezt átélni, az olyan felemelő érzés, ami azt gondolom, azt kárpótolja azt a rengeteg izzadságos munkát, amit beletettek ugye a próba folyamatok során. Számomra kívülállóként, illetve abban az értelemben benfentesként, hogy a Balettszínház egyik szerelmese vagyok én magam is, kiderült, hogy összeállt a csapat. Valóban így van ez? Igen, összeállt, már tulajdonképpen az indulásnál összeállt, de azt tudni kell, hogy ez egy induló társulat, alakulóban van, keressük az embereket, és az emberek is keresnek folyamatosan minket. A nagy zöme természetesen marad a társulatnak, de van fluktuáció a társulaton belül, egyébként minden balettársulatban létezik fluktuáció, hiszen ez egy rövid tiszavirág életű pálya, és egy táncos szereti magát esetleg több stílusba is kipróbálni, de különösen így van ez még egy induló társulatnál, ahol keressük mi is, és én is keresem azokat a megfelelő táncművészeket, akik azt a repertoárt, amit én elképzelek, és nem csak az én darabjaimról beszélek, hanem majd már a jövő szezonban lesz vendégkoreográfusunk is, a legjobban, legmagasabb művészi szinten, vagy az elképzelésekhez képest a legjobban tudják interpretálni. Egy teljes évad végeztével, ha össze kéne foglalnod, hogy milyen volt ez, akkor hogy tennéd? Nagyszerű. Nagyszerű. Nagyon nehéz szavakba önteni, hiszen ez egy viharos tempójú építkezés volt, és tulajdonképpen egyrésztről hozott anyagból dolgoztunk, másrésztről újakat készítettünk, új koreográfiákat, de nagyon sok új táncos volt, akikkel én dolgoztam, tehát ez egy, nem volt időnk gondolkozni, és ezt valahogy úgy kell elképzelni, valaki ismeri a raftingot, ugye ezt a hegyi folyamokba a kajakozást, hát ez olyan, hogy ott az embernek nagyon gyorsan kell venni a kajakkal az akadályokat, a kövek között szlalomozni. Ez egy nagyon viharos és csodálatos szezon volt, felélt három másik szezonnal, ha azt mondhatnám, de hát az építkezés folyamata az már csak ilyen, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve azzal a teljesítményt,
kezdeményezménnyel, amit a társulat nyújtott. Otthonra leltetek? Teljes mértékben, abszolút. Ezt éreztük már a kezdetektől fogva. Építkezünk. Vannak közeli és távoli terveink, szeretnénk megszilárdítani a pozíciónkat az infrastruktúrát illetően, mert ott még nem tartunk ott, hogy egy helyen legyen a délelőtti próba, a délutáni próba, az iroda egy másik helyen van. Ezen dolgozunk, közösen a városvezetéssel, úgyhogy aki természetesen minden mint a kezdetektől fogva jelenleg is minden támogatást megad azért, hogy ez a balettszínház a lehető legrövidebb idő alatt olyan optimális körülmények között tudjon dolgozni, hogy még jobban ki tudjon bontakozni. Erre megvannak a megfelelő tervek, dolgozunk rajta, úgyhogy remélem, hogy hamarosan már eredmények is de lesznek. De továbbra is úgy van, hogy minden előadás vége a következő kezdete. Ez így igaz. Annál is inkább, mert ahogy mondtad, ugye a Rómeó és Júlia folytatódik, hála Istennek teszem hozzá, igen, és most vettem hírét, hogy a Fekete egy szárazréti közösségi házban is bemutatkoztok. Én azt gondolom, hogy nyári színháznál jobbat színhelyként nem lehet választani. Egy kicsit új, de amióta megcsinálták, kiderült, hogy rendkívül népszerű a székesfehérváriak körében, a könnyed nyáresti szórakozásnak alapvető helyszíne. Igen, ez egy nagyon jó lehetőség. Mi szeretnénk minden olyan helyszínen Fehérváron, ahol csak lehet, ahol van egy talpalatnyi terület és megfelelő méretű színpad, ahol tudunk előadásokat tartani. Szárazrét nagyon fontos lenne nekünk, hogy a közönség odaszokjon a balettra. Tulajdonképpen valóban ott más típusú előadások, tehát nem táncos vagy nem kortárs táncszínházi estek szépszerivel mennek, és ahogy tudom, elég nagy nézettség mellett, de itt azért tudni kell, hogy ez egy teljesen új műfaj. Ezt meg kell, hogy ismerje a közönség, tudja, hogy miről van szó. Ez egy úgynevezett pilot vagy pilot program, tehát mi nekünk azért azon kell dolgozni, hogy minél többen, minél szélesebb körben megismerjenek minket, erre jó lehetőséget adhat Szárazrét. Mi szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, úgyhogy boldogan megyünk. És már a cím is beszédes. Egyébként mielőtt erről kérdeznélek, azért ugye a tanuló év volt ez, ha úgy tetszik, tehát a nézők megtapasztalhatták, hogy mi az a balett, illetve mi az a táncszínház Egerházi Attilásán, és azt hiszem, sőt bizonyos vagyok benne, hogy nem csalódhattak, hiszen a jegyek, az eladás az bizonyítja egyik oldalról, a taps meg nem különben. Igen, azt gondolom, hogy a vártnál, vagy a számunkra, vagy a szakemberek, akik értik a táncszínház és a színház műfaját, vártnál sokkal jobban sikerült ez az évad, hiszen nem lehet azt elvárni, és sem egy balettársulattól, sem pedig egy város közönségétől, aki még nem ismeri azt a táncjázi műfajt, hogy akkor most itt nagy tömegével jöjjenek. Ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy nagy tömegekkel jöttek, tehát ha több, például a Diótörőt említsem, ott nem tudtunk elég előadást tartani. Igen. Tehát ha ott még kiírunk két vagy három előadást, akkor is azt gondolom, hogy teltházzal ment volna. A Rómeó is ahhoz képest, hogy nyáron nem szokott, vagy már jó ideje nem szokott a Vörösmarty Színházban, ugye nem szoktak színházi előadások lenni, mert a nyár az inkább a szabadtéré, és mi szeretnénk most ezzel egy olyan kezdeményezést elindítani, és minden évben szeretnénk nyáron is játszani, és szeretnénk arra biztatni a közönséget, hogy tulajdonképpen egy forró nyárestén egy léghűtött színházba bejönni, és egy nívós produkciót megtekinteni, az egy nagyon kellemes program. Ehhez képest, mivel nem volt ugye már hosszú idő óta erre precedens, nagyon szépen megtelt két előadásunk most a nyáron, tehát bizakodásra adok ott, hogy ez jövőre lehet több előadás is. Így van, hiszen ha ugye a Diótörőről és a Rómeó és Júliáról beszéltünk, tehát két klasszikus, de én azt gondolom, hogy a kortárs táncdrámák is rendkívül népszerűek. Igen, továbbra is szeretnénk tematikus paletteket játszani, tehát ez az egyik fő eleme a repertoárunknak, így ha most szabad átugranék a jövő évad terveihez. Kezdjük a jövő évet, mert kicsit csapongva, mert most ugye kezdjük azzal, hogy minden évben szeretnék tematikus balettet színre vinni, és így a jövő évben Franz Kafka kerül a középpontba, a gyújtópontba. Egy nagyon izgalmas tánc, játék, tánc, dráma az ő életéről, életútjáról, munkásságáról, a kafkaizmusról készítettem egy balettet, Kafka címmel, de nem ami korábban ment, ugye a Vörösmarty Színházban sokan esetleg láthatták, ez a Kafka tengerparton, semmi baj, mi köze volt ugye Franz Kafkához, itt az íróról, a mindenki által, vagy sokak által jól ismert íróról van szó,
és ez egy nagyon izgalmas, cselekményes darab, ilyen puzzle szerkesztésű, videoklip-szerűen szerkesztett mű, nem szeretnék nagyon sokat elárulni róla. Annyit azért mondjunk el, hogy Kafkáról azért az olvasott emberek zöme tudja, hogy napközben ő egy nagyon szigorú hivatalnok volt, banki hivatalnok. És este levette a könyökvédőt. Omega együttes, 40 éves könyvelőnek szörnyű álma volt. És neki is voltak szörnyű álmai, amit szörnyen jó darabokban megírt. És emellett zseni volt. Hát zseniális, hogy ne. Hát ő oda ment, tehát ő az életből merített, ő nem a kis ujjából szopta ki elnézést a kifejezésre, ő megélte azt a világot, és hát a saját tükrén keresztül, a foncsorozott tükrén keresztül, ő azt láttatta a művein keresztül, ahogy ő látta. Ez rendkívül izgalmas téma. Szerintem is, nagyon izgalmas, mert maga a figura izgalmas, és az ő drámai abszolút pszichodrámák, és tele metaforákkal. De azt gondolom, mindenki számára nem is az, hogy érthető, nem ez a helyes megfogalom, érezhető. A kafkai világ, ha valaki beleolvasott és ráérzett, az ő hullámait meg tudta lovagolni, az írói gondolatainak a hullámait meg tudta lovagolni, akkor ráérzetten arra a világra, amit ő megélt tulajdonképpen, és ahogy átszűrte magán a művein keresztül. Na most ez egy olyan koreográfia, ami az volt a szándékom, hogy most egyetlen művét se szerettem volna így direktbe láttatni, se a kastélyt, se a pert, hanem mindegyikből egy pici, de igazából a Kafkáról szólt, és úgy próbáltam megalkotni a művet, mintha Kafka, mondjuk koreográfus lett volna, ő magáról egy önarcképet festett volna, és ő maga koreografálta volna a művet. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes. Óriási kihívás. Hogyne. Úgyhogy szerintem ez egy izgalmas darab, izgalmas produkció, úgyhogy én ajánlom mindenkinek sok szeretettel. No, hát már most felkeltetted az érdeklődésemet mindenképpen. És tovább, kérem szépen. Kafkát megelőzi egy másik bemutató, illetve az első bemutatónk, ami októberben lesz esedékes. Ugye augusztus-szeptember ez a felkészülés időszaka. Ez táncversek, ez az este táncverseket tartalmaz. Én úgy mondom, hogy 2+1, az egy az bónusz meglepetés, arról most nem beszélünk, de igazából alapvetően két darab, amivel készülünk. Hát az időről szól, a emberi kapcsolatoktól, alapvetésekről. Köszön már a te pályafutásodról. Igen, én nagyon szeretem a verseket, csak úgy, mint a novellákat, és azt gondolom, hogy az irodalomban is helye van a novellának, a versnek, a regénynek, így a balettirodalomban, vagy a táncdrámában is helye kell, hogy legyen, helyet kell, hogy kapjanak a táncversek, aminek nincs ugye lineáris cselekménye, de mégis van, csak sok, és igazából a cselekmény az nem a darabba születik meg, hanem az emberbe, a nézőbe, aki igen. nézi. És a két egyfelvonásos, az egyik az én dolgozatom, nagyon nehéz a magyar fordítás, az eredeti címe a darabnak Drawings in the Sand, tehát rajzok a homokban, de lehet, hogy csak annyi lesz a címe, hogy homok. Ugye az a homokórában is megtalálható időmérésre használjuk, az olyan a homok, amit nagyon könnyen elfúj a szél, vagy ha rajzolok a homokba, az pillanatig látom, de a szélmáj vagy egy emberi kéz elsöpri, tehát ez az első, vagyis az egyik darabja az esnek, a másik pedig egy nagyszerű norvég koreográfus, Christian Ole Tangennek egy csodaszép műve, eltűnőben poétikus költői mű, és egy bónusz, amiről most nem szeretnék beszélni, lesz egy... De azért menjünk tovább. Lesz még olyan koreográfia, amit várhatunk? És még egy bemutatónk lesz, így van ez tavasszal, májusban lesz gyerekdarab, egy mesebalett Aladdin címmel, és ez pedig a Pelikán udvarban, tehát a Pelikánba tervezzük bemutatni. Jó, tehát akkor most egységes, teljes és kerek minden. Vannak-e olyan terveid a közeljövőben, mármint a mostani három premieren túl, amit fontosnak tartanál elmondani, hiszen én azt gondolom, hogy most már itthon vagytok, teljes jó tagjai a Székesfehérvári Színház közösségének, a kulturális életének, úgyhogy mi figyelünk minden egyes rezdülésedet. Hát ez nagyon, nagyon megtisztelő és nagyon jó leső, és ezt érezzük is. Igen, van egy nagyon fontos darab, ugye Trianon gyászos eseménynek a évforduló kapcsán, mi is szeretnénk megemlékezni erről a sorsfordító történelmi eseményről. És Trianon kapcsán tervezünk egy palettet, illetve egy táncdrámát színpadra vinni, ami a Kafkához hasonlóan egy egyórás, masszív, tömör dráma lesz.
egy szerelmi történet. Hát Elsimon László, mint költő, író fogja ennek a szinopszisát írni, és Kocsák Tibor talán a nézők ismerik, hogy olyan zeneszerző, aki igazából színházi zeneszerző, több balettet is, balettnek a zenéjét, musicalnek is a zenéjét szerezte, tehát Kocsák Tiborral fogjuk közösen ezt a drámát színpadra vinni. Jó magam fogom a dramaturgiát, illetve a táncdramaturgiát, illetve a koreográfiát elkészíteni. A cím még képlékeny, ott még keressük a megfelelő címet, egy szerelmi háromszög, és a történet, ami ebbe az időszakba játszódik. Igen, azt tudjuk, hogy Elsimon László elkötelezett, hiszen a Körbejárni a hazát legutóbbi kötetében, amely nem regény, olyan történtek sora, amelyek azért ma is visszaköszönnek, mármint a múltból, és azt hiszem, hogy ez remek lesz, és azt hiszem, hogy az keretbe zárja a Székesfehérvár, mert ugye a Vörösmarty Színházban is készül egy remek Trianon darab, és azt így most ez így nagyon jó. Érdeklődéssel várom, azt kell, hogy mondjam, mert hogy hát a 100. évforduló okán, de azt hiszem, hogy nem csak az évforduló miatt, hanem azért, hogy egyáltalán most már táncnyelven, színházi nyelven is fogalmazzuk meg, hogy mi történt velünk 100 esztendeje, mi történt velünk azóta. És főleg az érzelmi oldalát, hiszen a színház és a táncszínház is ugye az érzelmi oldaláról közelíti meg, hiszen itt emberi sorsokról van szó, akik ezt elszenvedték. Nos, hát én köszönöm szépen, jó munkát kívánok neked ehhez, jó munkát, mert hogy lesz dolgotok bőven, és hát a nézőknek pedig azt, hogy tovább folytassák az elmerülést a balettművészet rejtelmeiben, hiszen ez a táncszínház megérdemli. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát nem fogunk túl sokat pihenni, de azért muszáj feltöltődni a nyáron a táncosoknak, de azt azért elmondanám, hogy ez a száraz rét, amit említettél, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, ez most pénteken lesz, tehát 28-án este vagyunk száraz réten, szerelmes táncok címmel, ez lesz a záró akkordja tulajdonképpen ennek a színházi évadunknak, szezonunknak. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves nézőink, Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója, művészeti vezetője, koreográfusa volt a vendégem. Arról beszélgetünk, mi minden történt ebben az esztendőben, és mi vár ránk a következőben. Székesfehérvár vendége volt Serfőző Simon, Kossuth és József Attila díjas költő. A Vörösmarty Társaság meghívására egy remek estét tölthettek el a költészet rajongói. Az irodalombarátok a Vörösmarty Társaság dísztermében köszönthették a magyar kortárs líra ikonját, Serfőző Simont. A Kossuth és József Attila díjas költő most megjelent összegyűjtött versei, az Arcunk az ég címmel egy olyan összegzés, amely 60 év alkotó munkáját gyűjtötte csokorba. Ritkán találkozunk élő költő összegyűjtött versének kötetével, azt is mondtam, hogy összes versek kötete, holott Simon még természetesen alkotó költőnek számít. Nagyon örülök annak, hogy megjelentek ezek a versek, hiszen hosszú évek óta volt már terbe véve mindez, és én azt hiszem, hogy nagyon szép összképet fest erről a számomra fontos, és mások számára is fontos költői pályáról, a Hetek egyik vezéregyéniségéről. Hát sajnos már csak hárman vannak a Hetek közül, rajta kívül ugye Ág István és Buda Ferenc, de én azt hiszem, hogy a I. és Gyula utáni, vagy Csóri Sándor utáni lírának az egyik legfontosabb életműve ez, Jánosi Zoltán irodalomtörténész szerkesztésében, illetve kiváló utószavával. Mi az, amit köszönhetünk Serfőző Simonnak? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy Fehérvárhoz is kötődik, Pákoszthoz mindenképpen, hiszen a feledésből az emlékmű egy legenda. Így van, az a bizonyos vers 1988-ban hangzott el a költő előadásában a Jáki szakközépiskolában, ahol Bovori Zoltán mondta egyébként Simon verseit, és ez volt az a vers, ami Zoli fejében elindította azt a csodálatos történetet, aminek a Donkanyar emlékkápolna és a Donkanyar emlékutak voltak az állomásai. Tehát egy olyan versről és egy olyan egész költészetről van szó, ami én azt hiszem, hogy a nemzet sorskérdéseiről szólt az első percről az utolsóig. Hát az utolsót úgy értem, hogy mostanáig.
mintha nyugalom levegőzze, megnyugvás csendlene. Csak a hallgatást hallani, mintha minden rendjén lenne. Mint a kutya, szélgazból a múlt föl se vonítana. Kóbor madár, körül a láthatárt, rossz lelkiismeretünk se csapongná. Nem hallgatnánk, s hallgattattak volna el velünk semmit. Nem rágnának meg az egek, hánykolódnának hányszor a halmok, égtájak is. De mi miatt? S mitől? Annyi gágogva elhúzó idő után is. Megvagyunk, élünk. Serfőző Simon a legendás Hetek tagjaként olyan mentalitást hozott a vészterhes időkben a magyar költészetben, hogy a parancsuralmi rendszer gyalázatának idejében hiteles gondolatsoraival megteremtette a lehetőséget, hogy emelt fővel és kihúzott derékkal tekinthessen önmagára az ember. Áttekinteni ezt az életutat, az nem sikerülne, csak úgy, ripsz-ropsz, idő kellene neki, hogy elmondhassam, meg tulajdonképpen az idő se lenne elég, mert ahhoz erő is kellene, meg az a 60 év, vagy most már a 70 év is, amit megéltem, és amit próbáltam megfogalmazni a verseimben, a különböző prózai írásomban. Én azt gondolom, hogy elmondani mindazt, amit egy ember megél, azt nem is lehet. Talán senki sem tudja. Hiába próbálkozik az író, a költő, hiába próbálkozik bárki azzal, hogy elmondja az életét, mert azok napról napra történnek, percről percre történnek, és erről számot adni, képtelenség. Nyilván a summáját tudja megfogalmazni az ember annak egy életnek, amely keresztül ment, és minden ember életét azt gondolom korszakok határozzák meg, ezekben a korszakokban nagyon sok minden belefér, jó, rossz, és ezeket átgondolni, ezekről számot adni bizony nem kis dolog. Nyilván én is csak kivonatosan tudom kérdezni, de számunkra rendkívül fontos, mert elindított egy folyamatot, és ráadásul egy olyan időszakban, 1988-ban, amikor még kevesen tettek azért, hogy megismerhessük a Donnán elesett hőseinket. A feledésből az emlékmű egy korszakos vers pontosan ezért. Milyen körülmények segítették abban, hogy ez megszülethessen? Hála Istennek egy olyan időszak volt, már az az idő, amikor megfogalmazásra került ez a vers, amely nem is igazából akkor fogalmazódott meg, hanem évekkel ezelőtt már sok részlete, sok hangulata megfogalmazódott bennem, hogy ezt meg kell írni. Tehát előkészülete volt a dolognak, tehát nem máról holnapra fogalmazódott meg bennem, nem máról holnapra került papírra, hanem előzménye volt. Előzménye volt az, amit gyerekként átéltem, amikor beszélték az emberek, a falusi emberek az én környezetemben, hogy kik maradtak oda, hol, ki jött haza, ki nem jött haza, kik vannak még mindig oda, mi van velük, és egyáltalán mi történt akkor azokkal, akik már soha nem jöhetnek haza. Tehát már akkor elkezdődött, és gyülem lett azzal, hogy egyszer csak rá kellett döbbennem arra, hogy első világháborús emlékek vannak az emberekben, megfogalmazódnak, de hol vannak azok az emlékek, amelyekről hallgatás van. És miért hallgatnak azokról az évekről az emberek, amit a háborúban eltöltöttek, meg amit utána eltöltöttek azok, akik haza tudtak jönni. Tehát mi lett azokkal az emlékekkel, hova lettek azok az emlékek, amik benne vannak az emberekben, de hallgatás van róluk. Miért történhetett ez meg? Ki tiltotta meg? Milyen idők jártak itt? Micsoda meghurcoltatások, elhallgattatások?
hogy nem, nincs róla szó, csak süttyomban, csak elhallgatva, elharapva mondatokat. Szóval ezt megírni, ez nagyon nehezen bukkant elő bennem is, mert indítást kellett ahhoz, hogy megfogalmazásra kerüljön, és ez az indítás tulajdonképpen ekkoriban érlelődött meg bennem, másokban, ekkor a közbeszédben, az irodalmi életben is tulajdonképpen legtöbbet ekkor beszéltek, kezdtek beszélni róla a filmekben is, meg egy-egy novellában is, hogy ez a téma megfogalmazásra kerüljön, és én tulajdonképpen megpróbáltam megírni azt, amit gyerekkoromtól kezdve felnőtt koromig megéltem, és itt elmondhattam versként már azt, amit fontosnak gondoltam ebben a dologban megélni és megírni. Versei eladások Magyarországról változó korunkban szinte egyedüliként vállalta azt a konokságot, amellyel a pusztuló falu a szegénység dolgairól kell szólni. Verseiben a szétvert, elkotyavetyét, kisemmizett, létjogától is megfosztott falvak, vidékek népéről beszélt egy olyan időszakban, amelyben a kiszolgáltatottság mindennapjait élték olvasói. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!